Sziasztok! Era vagyok, az Alanes csapat egyik mentora. Most pedig elmesélem nektek, hogy hogyan is lettem én mentor. Még számomra is felfoghatatlan, mert hogy én nem így készültem, én nem így indultam. Egyszerűen tényleg csak le akartam fogyni. És amikor a fogyásomnak egy-egy szakaszához elérkeztem, akkor én a VIP csoportba általában ezekről posztoltam. Akár képpel, akár csak szöveggel, de mindig szeretem egy kicsi humorral megfűszerezve, kicsit olyan motiváló, lelkesítő szöveggel tűzdelve, és Évi nagyon aranyos volt, mert többször privát üzenetben írta, hogy hú, hát annyira jó volt, olyan jó volt olvasni, hát imádom, amiket írsz. Aztán jöttek kommentben is kérdések, hogy és akkor te mennyi idő alatt fogytál le, hogyan csináltad, mit tettél, és én ezekre válaszoltam. Aztán teltek múltak a hetek, mondhatom, hogy majdnem hónapok, és akkor ezek a bejegyzések így bizonyos időközönként azért a részemről megtörténtek a csoportba, és Évi egyszer megkeresett azzal, hogy figyelj erre, hát beszéljünk már, mert hogy neki valami ötlete támad, hogy olyan sok nő van, aki segítségre szorulna, és milyen jó lenne, hogyha összeállna egy olyan csapat, akik már átmentek ezen az úton, keresztül mentek rajta, pontosan tudják az előnyeit, pontosan tudják azt, hogy ezt már megtartották, elérték az eredményeket, és jó lenne abban segíteni nekik minél többen, hogy kinek mi a tapasztalata. És egyszer csak megkeresett engem az Évi, és azt mondta, hogy akkor találjunk már ki erre valamit, ami ez így jó lehet. És mivel kipattant a fejéből ez az ötlet, hogy akkor nem külső szakembereket kér fel arra, hogy segítsék a nőket, hanem pontosan azokból a csoporttagokból, akiket esetleg már régebb óta ismer, látta az átalakulásukat, ismeri őket emberileg, belőlük rakott össze egy csoportot, aminek én is a tagja lettem. Szóval így lettem az Alanes csapat mentora. Azt gondolom, hogy minden embert a sors el tud egy olyan útra terelni, ahol neki igazán feladata van és célja van. És lehet, hogy az én feladatom és célom az ez, hogy az Alanes csapatot erősítsem, támogassam és segítsem. Sokkal többen vannak, akik elakadnak egy-egy diéta során, mint azt gondolnánk. És igazából így született meg a mentoring program, ahol rajtam kívül másik két kolléganő, illetve Évi is segíti a segítséget kérő hölgyeket. És a mindennapjainkba, már legalábbis az én mindennapjaimba belekúszott az, hogy jön egy-egy üzenet, egy-egy kérdés. És az fontos megemlíteni, hogy mi nem vagyunk szakemberek, nem vagyunk táplálkozási tanácsadók, életmód tanácsadók. Igazából csak a saját példánkon keresztül, tapasztalatainkon keresztül tudunk segítséget nyújtani. Azt gondolom, hogy azért jó az, hogy Évi a kis csoportból, tehát akik már átmentek ezen az úton és keresztül mentek ezen a folyamaton választott mentorokat, mert valóban csak azt tud hitelesen beszélni egy adott témáról, aki mindezen keresztül ment. Nos, én is így voltam ezzel, hogy pontosan tudom, hogy hol vannak a holdpontok, hol vannak a buktatók. Ezért tudok talán hitelesen tanácsot adni, hogyha azt kérik. Nagyon sok nőnek egyébként, mivel van egy online anyag is az Alanes programban, nincs arra szüksége, hogy megmondjuk, hogy mikor mi tehet, de mégis egy pici tanácsadás azért jól jön. Alapvetően leginkább a léleksimogatásra van szüksége a nőknek. A léleksimogatás számomra az, amikor azzal a lelki tusával vív, hogy nekem ez nem fog sikerülni. Lement 5 kiló, de miért nem megy le tovább? És akkor jön jól a mi segítségünk, amikor azt mondom neki, hogy figyelj, nyugi, ez teljesen természetes. Az én súlyom is állt 2 hétig, aztán megmozdul. Először csak 1,5 kilót, utána 1 kilót, aztán majd 2 kilót, és fokozatosan fog lemenni. Én pontosan átmentem ugyanezen a vívódáson, amikor állt a súlyom, de egyszer csak megy tovább, és nagyon sok nőnek tényleg ez egy hatalmas lendületet ad, hogy ebben tudunk lelki segítséget, illetve motivációt nyújtani, hogy ne aggódj, fog ez tovább menni, és csak csináld, ne add fel. Aztán vannak olyan jellegű kérdések is,
amiről az előző videómban beszéltem, hogy mi újság a mozgással. És én mindig elmondom, hogy én nem voltam, nem vagyok, de még lehetek egy fitness lady. Viszont így is tudtam fogyni. És akkor nagyon sok nő megnyugszik ettől, hogy jó, hát ő sem egy fitness guru, és nem igazán áll hozzá közel a sport, illetve az idejébe se tudja beilleszteni, és sokszor úgy gondolta, bármilyen diétába kezdett bele, meg mindenhol azt hangoztatják, hogy sport nélkül nem lehet, és ez például egy kérdése. És mindig elmondom, hogy le tudsz fogyni, viszont az egészséged, a tónusosságod miatt nagyon fontos az, hogy azért időnként mozogj, illetve a lelki egyensúlyod fenntartása véget is nagyon fontos az, hogy időnként tényleg megemeld a lábad, vagy felvedd a futócipődet, vagy önmagában, ha csak túrázol, már az is jó. Én nagyon sokáig csak sétáltam, gyors gyalogoltam, túráztam mondjuk hétvégente, ami nagyon jó volt, mert több, mint a semmi. Tehát mondjuk egy túráról beszélek, egy ilyen 8-10 kilométeres túráról, amire azért azt mondom, hogy a napi mozgást az bőven kielégíti. És sokszor ezt szoktam javasolni, hogy akkor csak egy picit sétálj, vagy csináld azt, ami jól esik a lelkednek. Nagyon sokszor tényleg csak messengeren jön egy üzenet, hogy figyelj, most ezt főztem, szerinted jó, és akkor én megerősítem, hogy figyelj, nagyon jó vagy, és tényleg ez így teljesen szuper, és fogyaszthatod, és még utána így áll meg egy séket, mert hogy az mindenképp kell. Szóval igazából azt mondom, hogy azok a nők, akik csatlakoznak az Alanes programhoz, ők nagyon tudatosak, nagyon okos, céltudatos nők, akik az online anyag segítségével nyilván önmaguk is végig tudnák csinálni ezt a diétát. Viszont mi nők, a mi lelkünk úgy van összerakva, hogy időnként elgyengülünk. És az elgyengülés során szükség van arra, hogy egy kicsit simogassanak, egy kicsit támogassanak. És ebből kifolyólag azt gondolom, illetve azt érzem, illetve a visszajelzések azt mutatják, hogy igenis szükség van arra, hogy legyen egy olyan csapat, egy olyan közösség, akik egymást támogatják. Évi ezt nagyon ügyesen már ugye a VIP csoporttal is létrehozta, ott is nagyon sokat segítünk, illetve segítenek egymásnak a nők, de az, hogy külön fordulhatnak még mentorokhoz, aki tényleg személyre szabottan az ő problémáival, lelkitusáival, vívódásaival foglalkozik, az szerintem egy zseniális ötlet volt. És én imádom ezt csinálni. Alapvetően nagyon szeretek kommunikálni, nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, és számomra fontos az, hogy hiteles is legyek. És minden egyes nap, amikor bármelyik nőtársam az éppen aktuális sikeréről számol be, de van olyan, hogy a kis vívódásairól az is feltölt, mert ott meg azt tölt fel, hogy tudok neki segíteni. De amikor a sikerekről számolnak be, átküldenek csak egy üzenetet, hogy hány kilótól szabadultak meg, vagy nézd, ma ezt tettem, és a gyerekem úgy csinált, hogy fúj, de zöld. Tehát, hogy ezek annyi erőt adnak, és olyan szinten tudnak engem is motiválni, hogy minden egyes napomat még erősebbé teszik. Úgyhogy egy szó mint száz, én ezt imádom csinálni, és azt kívánom, hogy minél több nőnek tudjam ezt a motivációt átadni, ezt a lelki segítségnyújtást, ha rászorulnak. Ha nem szorulnak rá, hanem éppen csak a sikereiket szeretnék megosztani, én attól is teljesen boldog vagyok. De vannak olyanok, akiknek mindvégig kell fogni a kezüket. A minap volt egyébként egy megkeresés, és a hölgy ott azt kérte, hogy ő semmit nem tud még a diétáról. Nyilván elolvasta a honlapon, ami fellelhető. Tudja az, hogy van egy online anyag. De hogy ő arra kér, hogy a diéta során mindvégig fogjam a kezét. És mondtam, hogy ez a világon a legtermészetesebb. Hogy ott leszek, onnantól kezdve, hogy megérkeznek a termékek, de már előtte is mindent átbeszélünk, és végig ott leszek, és fogom a kezedet. Mint mindenki, minden nő, de minden ember is, mindenki más. És azt gondolom, hogy mindenkinek másra van szüksége. Van akinek egy megerősítésre, van akinek folyamatos támogatásra, van akinek egyszerűen a folyamat közben lévő folyamatos segítségnyújtásra. Számomra hatalmas örömöt és boldogságot okoz az, amikor egy-egy nő megosztja velem a sikerét, és
És azt gondolom, hogy ebben a csapatban, aki az Alanesz csapatához tartozik, soha nincs irigység egymás iránt. Azt tesz minket a legboldogabbá, hogyha látjuk egymás sikerét, akár megosztjuk azt egymással, illetve megosztják a hölgyek velünk, hogy most vett egy új jacket, és éppen abban futott, és ez minket nagyon boldoggá tud tenni. És minden egyes fogyás, minden egyes kilogramm, minden egyes gram akkora örömöt és lendületet is tud adni egymásnak, illetve számunkra, amiért érdemes ebbe a csapatba tartozni. Úgyhogy várunk téged is, csatlakozz hozzánk!